Schiffer András, az LMP lista vezetője, szép jó reggelt kívánok, parancsoljon, foglaljon helyet. Hát önök kimaradtak a szórásból, miért nem kellett önöknek parlamenti alelnöki poszt? Hát nem maradtunk ki a szórásból. Visszaléptek, na hát nem kihagyták önöket, hanem ez a saját döntésük volt, ha jól értem. Mi egy ideig levegőben hagytuk, hogy igényt formálunk az alelnöki pozícióra, de hát azt közöltük már a tárgyalásoknak az elején, hogy alapvetően szakmai munkát végezni szeretnénk különböző pozíciókban, tehát nem most az alelnöki az nem szakma. A szakma alatt én azt értem, hogy a bizottsági, az egyes szakbizottságokban szeretnénk hangsúlyos szerepet, és hát a másik, hogyha megnézzük az elmúlt 20 évnek a szokásjogát, hogy hogyan osztják ki az alelnöki pozíciókat, akkor azért azt látjuk, hogy egy ilyen erős sorrendben a legkisebb pártnak vagy negyedik, ötödik frakciónak viszonylag csekély az esély egyébként is, hogy... De most volt, az pozíció... elmúlt időszakban volt minden frakció. Hát a Demokrata Fórumnak én úgy emlékszem, hogy nem volt, nem és, volt hogyha, nem, és hogyha az első ciklust megnézzük, amikor a Fidesz és a KDNP volt az egyik kormány, másik ellenzéki párt, a két legkisebb frakció, nekik se volt alelnök jelölési joguk. Aha. Akár lehetett is volna. De akkor ezt tehát... önök belátták, elfogadták, nem hiányzik. Mi örültünk volna természetesen, hogyha van egy ilyen felajánlás elsősorban a kormány oldal részéről. Nem volt, nem akartunk ebbe beleállni, nem volt egy kulcskérdés. Nem volt ebben az, hogy a Fidesz most egyre több kérdésben fogja azt mondani valószínűleg, mint ahogy ezt már látjuk, hogy az ellenzék oldja meg magában, egyezzenek meg egymás között. Nem volt ebben egy olyan kívülállási szándék, hogy mi egy ilyen egyességben most nem akarunk beleszállni? Nem, mondom még egyszer, nem volt ebben ilyen, nem tudom, ilyen bonyolult taktikázgatás. Mi eleve azzal mentünk oda, hogy ha megnézzük az elmúlt ciklusoknak a gyakorlatát, eleve nem nagyon esélyes, hogy egy ötödik, erősorrendben ötödik frakció alelnöki pozíciót kapjon ennyi. Nem lett volna túlértelmes dolog részünkről. Azt olvasom, hogy a jövő héten alakul meg a frakció. Eldöntötték-e már, hogy milyen rendszerben fogják vezetni? Mert ugye itt korábban felmerült, hogy lesz egy frakcióvezető, felmerült az is, hogy váltogatják egymást a frakcióvezetői poszton. Kiderült-e már, hogy lesz ez? Hát erre a jövő hét elején fogunk pontot tenni, tehát nem véletlenül nem jöttünk még elő személyi kérdésekkel. Nem, teljesen, én most csak az elvet kérdezem. Világos, csak hát nem teljesen mindegy egyébként az sem, hogy például a bizottsági struktúra hogyan alakul, kiket tudunk delegálni különböző bizottsági pozíciókba, és ezt követően állunk neki véglegesíteni a frakciónak a belső struktúráját is. Én azt gondolom, hogy lesz egy... Nyilván egy 16 fős frakciónál nem egy hatalmas, de egy valamilyen kisebb létszámú frakcióvezetés, egy vagy két helyettessel, erről hétfüket folyamán szerintem. Ha felkérik, vállalja a frakcióvezetést? Hát ezt közösen meg kell beszélnünk, mondom, ez nagyon sok mindennek a függvénye, többek között annak is, hogy a bizottsági munkát egy kis létszámú frakció hogyan tudja megoldani egymás között. Támogatják Mesterházy Attilának ezt a javaslatát, amiről az előbb beszélt, hogy minden frakció önállóan, függetlenül a létszámától hívhasson össze vizsgálóbizottságot, illetve politikai vitanapot kezdeményezhessen? Hát annyira támogatjuk, hogy ez a mi kezdeményezésünk volt. Na tessék. Csak hát úgy gondoltuk, hogy egy ráadásul a nyilvánosság előtt zajló ötpárti egyeztetés előtt nem célszerű a sajtón keresztül kommunikálni. Mi megküldtük tegnap reggel a javaslatainkat a pártoknak, így a Fidesz-KDNP pártszövetségnek is, és szerettük volna azt, hogy, és ez nem csak erre a ciklusra szól, hogy bármelyik képviselőcsoport, tehát bármelyik párt, amelyik a parlamenti részvételre jogosultságot nyert, az ezekkel, ha úgy tetszik, puha ellenzéki jogosítványokkal, tehát a vitanap és vizsgáló bizottság kezdeményezés, hadd élhessen, hogyha kellően erős egyetértés van a képviselőcsoporton. Tehát itt nem elég a jelenlegi egyötöd? Nem, mi azt mondtuk, hogy ez nem is a konkrét törvényalkotással összefüggő funkció. Mi szerettük volna, hogy bármelyik képviselőcsoport, tehát adott esetben van mondjuk egy hatpárti parlament, egy következő ciklusban is van egy tízfős, tehát a jelenleg LMP frakciónál kisebb képviselőcsoport, annak is legyen ehhez joga. Nem adta igazából a Fidesz-KDNP az érdemi indokát annak, hogy ettől miért zárkózik el. Volt még egy téma most a napokban, csak arról jutott eszembe, hogy azt mondta, hogy ez valójában az önök javaslata volt. Szóval volt még egy ilyen, amelyik valójában az önök javaslata volt, nevezetesen a dugódíj, amelyről most ugye Horváth Csaba beszélt. Önök milyen rendszerben látnák ezt megvalósíthatónak? És mit finanszíroznának belőle, ez a másik fontos kérdés? Szerintem itt van egy komoly félreértés a Szocialista Párt, vagy a Horváth Csaba, nem tudom, hogy ez mennyiben a Szocialista Párt álláspontja volt részéről. A budapestiek javasolták most Mesterházy Attila, azt mondta. Igen, dúg. Akkor, amikor az LMP, hát egy nagyon korán már, amikor mi egyáltalán a nyilvánosságra jöttünk és elmondtuk a terveinket várospolitikával kapcsolatban, mi a dugódíjról nem elsődlegesen, mint egy bevételszerző forrásról beszéltünk,
hanem úgy, hogy a dugódi alkalmas a forgalom csillapításra. Ezt egyébként el is mondtuk az elmúlt napokban, hogy kifejezetten problémásnak tartjuk, hogyha az emberek, a budapesti polgárok felé az egész dugódi úgy tételeződik, mint egy újabb sarc. A dugódíjat nem elsősorban azért találtuk ki, hogy egy újabb bevétel legyen, amivel mondjuk ingyenessé lehet tenni a közösségi közlekedést, hanem egy olyan eszköz, amelyik elsősorban a város magot próbálja a közlekedési terhektől mentesíteni. Jó, tehát egészen másképpen ülnek a lovon, ez egyértelmű. Aggodalmuknak adtak hangot, hogy a környezetvédelem vajon milyen súlyt fog képviselni, vagy milyen szerepet kap az új kormánystruktúrában. Most úgy tűnik, hogy Illés Zoltán lesz ezért felelős államtitkár, az Illés Zoltán, aki éppen a harcos környezetvédő magatartása miatt tűnik úgy, hogy eddig a Fidesz nem nagyon tolt előtérbe. Ez megnyugtató az önök számára? Hát természetesen Illés Zoltán szemét nagyra értékeljük, és nagyon pozitív, hogy Illés Zoltán lesz a környezetvédelemért felelős kormányzati tisztviselő. Nagyra értékeljük az ő tevékenységét, ugyanakkor azt látni kell, hogy ez nem elsősorban személyi kérdés. Tehát amit továbbra azt mondják, hogy ebben a kormányzati struktúrában nagyon nagy hangsúlya minden személyi kérdés. Hát mondani lehet, de alapvetően a szerkezeti megoldásokon van szerintem a hangsúly. Problematikusnak látjuk azt, hogy a környezetvédelem egy olyan minisztériumon belül, tehát a kormányon belül olyan ágazatokkal, vagy olyan közigazgatási területekkel van összetolva, amelyekkel komoly érdekellentétel keletkezhet, tehát ezért nem tartjuk szerencsésnek azt, hogyha valamelyik gazdasági tárcába van beékelve a környezetvédelem. Minden választás után, utolsó kérdés, és nagyon rövid, mert kezdődik a híradó, és leszedik a fejemet, szóval minden választás után nagyon jó ízű viták szoktak azon zajlani, hogy ki hol ül a parlamentben. Önök mihez ragaszkodnak? Mi azt mondtuk el, de én úgy emlékszem, hogy ebbe végül is megállapodás történt, hogy szeretnénk az MSZP és a Fidesz között. Tehát a Jobbik mellett nem szívesen foglalna meg. Nem Jobbikról van szó, a két nagy párt között szerettünk volna helyet foglalni, de azt hiszem ebbe is állapodtunk meg. Köszönöm, hogy a vendégünk. Köszönöm szépen. Iradó Máris.